Nem na, próbálkozunk be ide? Van nyilvúd. Talán bemeltünk. Menjünk. De jó, harcos lesz akkor. Nem baj. Go! Én már megyek. Ugyanebben gyorsulok. Én a nagyházra megyek. Én a tetejére akarok. Megpróbálom én is a nagyot. Aha, jön egy csapat. Atyaig. Nem baj, de szerintem én vagyok a leglentebb, úgy jók vagyunk. Na jó, akkor én viszont nem megyek a nagyházra, mert oda nem én fogok leérkezni, és nekem megyek a nagy hangárba, a két nagy hangár. Ott a fegyver is kikerültem, véletlenül a házat, bazdmeg. Baszarintottam. Jó, középső hangár. Egy gyerek az őrtorony mellett landolt. Ó, bassza meg. Majdnem rád lőttem, basszus. Bazd meg, levert a földre. Ikarusz, gyere ki! Jövök, jövök. Veled szembe a hangár. Futok. Basszák! Megver, megöl, megöl. Húzták, húzták, húzták. Á, picsába. Én még megyek a másik oldalára a raktárnak. Nekem konkrétan sokkal jobban lagol ez a izé. Nem már. De bátor vagyok. Hááá, bassza meg. Ugyan még mindig pisztolyom van. Merre esett vajon ez a többi jó lélek? Hát túloldalt a raktárokban vannak. Járt meg Gabrishoz. Ne érteges. Ezt a csipogásnak valahogy ki kell kapcsolnom. Milyen csipogás? Akkor nyomom a gombot, csippan egyet. Ja. Jövök a nagyházba. Remélem nincs itt senki. Én fenn vagyok az emeleten. Azt láttam, igen. Megyek én is egyből a tetőre, akkor. Akkor lehet, hogy fölestek a dombra, úgy óvatosan. Hallod, nem, lehet, hogy... itt kell lenni a társaiknak is. Oha, ez mi jó, voltunk? Jó. Nem, bent vannak ott fönt a házban. Hoppá, ezt szeretném nyomtam a másodikat. Lefasza. Kiknokkoltam. Nem, csak eltaláltam. Gyerekek, ez nem volt szar ez a patch, mert most stream mellett is megint pár FPS-el jobban pörög, mint eddig. Nem akarom olyan kiabálni magam, de... mintha megint javult volna egy kicsit a sebesség. Viszont a rohadt bugokon a spectate módban ezt javíthatnák, mert undorító. Ja, hát ez elképesztően szar. Mit tudom én, nézek valakit, nézni majd céloz mondjuk scope-ba, és akkor közben a földet mutatja. Scope az nagyon szarja. Igen. Most például, hogyha csikes az céloz, akkor én a hangárba kerülök. az se rossz. Ja, ilyen még nem volt eddig nekem. Teleportáljak, ha célzol. De van egy crossbomb keményen a pisztoly mellé, és most nem tudom, hogy a saját léptéket hallottam, vagy ez ki volt megint, aki lődöz. Mert én lőttem. Az ott fönt vannak a fönti házban. Föntiben vannak? Figyelj, csikes. Mindjárt mondom, hogy mit dobok el neked, van egyet. Azt mondja, hogy a kétszeres kopot. Szerintem. Közben betöltem a satit is. Van a fad. Kis ház körülött, a bal oldalt a kis háztól. Onnan valahol, onnan lesz. Lehet volna alul? Mi történik? Valaki megölnek? Anyádat ne add! Esnél a kisház bal oldalt a egy ajtós, két kis ablakos kis suftiban van. Az mögött, bocsánat.
Ó, oh, de szép vérfolt. Hát nagyon low HP. Igen, kétszer átrátott karra. Gabris, ott van előtted az a kis ház. Várom, már... Az mögött. Az a baj. Na, knock. Valakinek van 556-as lőszere? Nincs. Van 30. Tudod dobni 10-et? Mert csak 5 darabom van. Csak 4 volt. Neked adom minden 36. Hol vagy? Töjöttem. Följöjjök a tetőre. Kör közepén vagytok amúgy nagyjából, úgyhogy tök azt jó. Azt tudi. Azért ott van, nem halt még meg. Hova dobtad? Hogy nem dobtad még ki? Nem dobtam még ki, gondoltam menjünk. Dob ki. Gyerek. Úgy szerintem nincs golyójuk, mert tettek volna. Mit van? Ha, kidobtam. Ja, bocs, rosszat mondtam, 762-es. Az is van szerintem. Igen, abból mondjuk csak 8 darab. Hogy nem halt még az meg, aki tiknokkod? Lehet, hogy ott van a társa, és felszedte. De, hogy... Ott van bele. Lassan vérzik. Hát lehet, hogy van neki valami medkit, vagy valami... Ja, nem, akkor van. Igen, igen. De lehet, menjétek le, lutoljátok ki még a többi raktát. Jó, hogy erre menjünk ide. Jó, az lesz, mert én ezzel a crossbowval nem érzem jó magam. Ó! Oh! Baszki! Ez az! Meglőttem a parasztot, várja. Menj már, te palacsintasütős maki! Hát, pillanat, bírod még egy kicsit? Oké, meghaltad és akit megölted, meglőttem. Akkor lehet, hogy itt vannak még a többiek is. Ha nem, mert meghalt az is, akit te meglőtted. Szerintem azért halt meg, mert meghalt az utolsó társ. Nem. Nem egyből írta ki. Igen, azt hittem. Pont utána egy kicsivel. De lehet. A szájától, ha shotgunnal indulok el, bazd meg, akkor annyira beszopja a gyerek, hogy nagyon... Valami támadó fegyvert hagyd vegyek föl tőle, hogyha volt, mert semmim nincs. Ezért ez nagyon jó. G-drink sapka. Ó, shotgun, nagyon jó. Palacsintasütő. Viszont a boxfightban az ugrászütés az nem működik, mert én most ugrottam, ütöttem és hamarabb haltam meg, mint ő, aki csak állt és ütött. Lassú, nagyon lassú, ja. Ne, ütni kell egyből. És egy kicsit kerülgetni. Valakinek red dart vagy halaszájt kell, vagy valami, mert nekem hitele vagyok. Várja, valami gigszer történt viszont, mert előbb rányomtam, hogy vegye fel a fegyverét, és nem vette fel. Baszki. Én fölvettem egy M4-et. Ja, akkor lehet, hogy az hiányzott nekem. Jó, mindegy, van egy shotgunom, az már jobb egy fokkal. Akkor én maradok a csúnyogós. Fönt, itt a hullánál van egy level 3-as táska benne. Merre fönn? Hát fönt a kisház mögött. Ja, hogy... Kisház mögött. Igen. A kis sufni mögött. Ja, hogy úgy értve a hulla... Jó, már azt hittem, hogy valaki ott jár előttem. Hol mondod? Fönt a kisház mögött. Aha. Lövések. Tudom. Szétnéztem, de semmit szukni. Talán north felől. Hú, mi ez? Ó, és valaki rám lőtt. Nem, valaki rám lőtt, mellettem suhant a golyó, de nem tudom honnan. Lehet, hogy ez engem egészek. Lehet, hogy raktára. Itt vagyok fönn a kisháznál most. Ó, oh, bazd meg! Mark. Hát honnan? Ott fekszik, fönn. Az ott, szép. Szedj fel gyorsan! Kikarulsz! Azt nézem, hogy hol mászol, várj. Áh! Nem már! Hogy basszus. Gondolj ebben a pillanatban ott voltam. Még volt egy csomó pedig. Két team van, basszus. Igen, két csapat van fönt a párkányon. Volt nálam egy kar, Icarus, meg az M4.
Tökéletes. Szerintem váltok mindkettőre. De azt nem értem, hogy akkor téged most miért nem lő? Nem, a másik lőtte föntről. Ne hívd már rám a rontást. De érted, mert akkor hogy estem ki most? Úgyhogy két team volt. Okay, de tehát volt még egy csomó életem, és ott állt mellettem az Icarus. Na, engem ott lőttek el. Ez mennyit kap, basszus? Ez már háromszor eltalált, nem többször. Van egy pár híje. Most ebben a szarban meg nem vettem fel töltényt. Mi van velem? Hello? Ugye ez ott van. Fölmész a toronyba? Mhm. Szopac? Bombázás. Hú, bazd meg rajta a kör. Na most merre voltak? Nyugati irány egyébként, hogy már elmentek? Hát nem tudom most, hol vannak. Én sem látom. Szerintem kibújtak. Látom. Csak nem látom. Az meg, hogy észrevett, hogy a faszba lett észre téged? Hol vannak, megpróbálom megkerülni őket. Nem, az meg a legjobb, hogy jövök ki, az az. Meghaltam. Azaz, szép volt, szép volt. Annak is izéje volt valami sniper-e. Aha. Nem vagy, hogy karja. Valószínű. Viszont lehet, hogy volt 8 oroszkóp, vagy ilyesmi. Aha, azért akarok fölmenni. Na jó, van. Elkezdünk kimenni innen, vagy vannak még? Én megyek oda föl. Na hol? Megint lövések. Várjál, megyek utána, hogy egy kicsit közel legyünk egymáshoz, hogyha baj van. Megy már át a kerítésen te. Ezt a bénát. Pénkillert addig elnyomom. Most jól látom, hogy van egy autónk is. Azt nem tudom. Hogy? Ja, headshot. Itt basz vagyok, meg. Itt vagyok, próbálok felmenni. Jó van, jövök ide hátra. A bazd meg. Itt van. Van tarts ki. Kitartok nyugi. Ő nem döglik egybe, meg belül headshotra. Mindjárt kilövök. Ez a, nem 200 scope-om lenne, hanem 4. Még nálam sincs semmi, csak egy holó meg egy reddot. Figyelj, el tudunk innen húzni, itt a hegylábánál van egy dácsi, és kelet felé áll, ha jól láttam. Szerintem ered nézd meg a másiknak, hogy milyen szkópja volt a látni. Nem egyszerű. Hol van fönn a szikla tetején? 2-10-nél.
nem merem kidugni a fejem, baszki, az ilyen sniper rányom. Az, hogy az izé is ott van, hogy ki tudjuk loot. Kicsit arrébb ment. Igen, most már 195-nél van. Többbe kerül. Jajó. Ilyen messze van kb. Tőlem. A nagy kinyúló hegy mögött. Csak nem látom a dobozát a másiknak. Pedig az is valahol itt kell, hogy legyen. Na, még előrébb volt szerintem egy kicsit. Sok félek, hogy kinézek, egyből kilőm, mert ez az olyan, hogy egy shot vagyok. Hát, ha ilyen nem vesznek észre. A faszomba. Ha van elég töltényed, néha egyet-egyet rájuk lőhetsz, hogy eltereld rólam a figyelmet. Itt van. Az. Szép. Na, milyen van a buzinak? Négyszeres. First aid esetleg? Semmi, bandage. Assza. Figyelj, ezt tudok neked adni. Egy Mit? Van nálam, first aid. Á, most ebben bandage-ekkel megcsinálom. Ennyi bandázsom volt, basszus. El kéne futnunk innen. Arra fele futunk felé? Hát figyelj, mehetünk erre, és akkor most már hagyjuk azt a kocsit. De most konkrétan a csávó, akkor túlkúztam rajta. De itt volt ennél a nagy kiálló sziklánál? Igen. Ja, igen, jó. Igen. Akkor jó fele jöttem. Csak lassan. Jó, lassan rohan. Közben úgyis futnunk kell. Hát, ezt be tudjuk simán. Ez nem vészes távolsága, ennyi időre. Szóval ahány karra eltaláltam a srácokat, és alig haltak, meg mindegyiket belőttem. Vigyázz a toronyra. Direkt oda megyek, hogy megnézem, hogy van-e valami benne. Úgyis pont útba esik. És lehet, hogy be kéne várnom benne az embereket. Innen már hamar lefutjuk. Maradhatunk egy kicsit. Megyek alulra. Itt voltak. Voltak bennem. Akkor mit te kit nézel? Én csikkest. Akkor átmenj itt a ruszra. Bandage-ed van? Nem, egy energiaitalom van és egy first aid, de az utóbbit odaadom, mert én tele vagyok. Ne, hagyjad. Egy energiaitalom, akkor lejjebbek várja. Jó, viszont neked sokkal jobb szerkód van. Majd fegyverszinten. Tessék? Hát fegyverszinten, igen. Kell egy kétszeres szkop? Aha, az elég jó lennék. Mármint, hogy beljebb lennék egy fokkal. Ez a red dot. Napi gránát. Visszamegyek fel. Te biztos, hogy azt dobtad el? Nem egy gránátot helyette? Mert nem látok itt négyszeres. Basszus. Ja, hát a gránátot. Igen.
És visszaadtam. Ó, oh, yeah. Köszönöm. Kettő. Kétszeres, nem négyszeres. Jó lesz. Négyszeres van az enyémen. Kettővel jobb, mint ami nekem volt. Jön a fal, mindjárt kezdjünk el futni. Menjünk. Nem látok senkit jönni. 7 óra? Én csavarok egy lájtos kávét. Nem dolgozom, hol nem bazd meg? De dolgozom. Akkor mit kávézgetsz? Hát így elalszom. Csak. Vigyázzon, hogy valaki várja a futókat. Nekem a kávé az olyan, hogy megiszom és akkor kávé, nem tudom, 3-4 perc múlva elalszom. Altató kávé szokta jönni? Ja. Hát jó, szopó rész lesz a mezőn átfutni. Lenni házhoz kéne lemennünk, és akkor úristen, mennyit kell mennünk. Azért mondom, hogy szopó lesz. Aztán megnézzük, átadálunk valami kocsit vagy valami motort. Southwest között látok egy UAZ, de hogy ez most jó vagy rossz állapotú? Ott a két ház után, azoktól balra. Azért kell megnézni a házakat, mert nincs semmi healünk, és az nagyon kéne. Az SK-s durva a távolba. Na jó. Te vagy, vagy ránk lőnek? Szerint. Viszont nem volt egyedül. Csak kérdés, hol a társa? Igen. Akkor a ház felé futott Icarus. Kázból lőtt. Ó, faszom, ide jössz. A fehér vagy? Kétszintes házban van, a fehér kétszintes. De itt gyere ide hozzám, mert ne vérezzek el. Igen. Nem, elfelejtettem hirtelen melyik házból lőtt. Azt, ahogy megy lefelé. Azt a kurva lőtt. Azért másodjára kapkodtam. Azt bizony nyugi, itt vagyok. Egyből nyomd az F-et és nagy elenged. Na, akkor most viszont odaadom a first aid-et és nyom majd be. Vagy legyen nálad inkább. Tessék. Avatosan, abba kapott. És innen nagyon a fejünkre tud lőni. Egyelőre nyugis. Lehet, hogy pozíciót váltott. Viszont mennünk kell, basszus, hussol minket itt a ja, csirkeháló, jaj, és bele is lógtam. Vá, nagyon messze van a kör. Ha nincs jármű, nem értek oda. Ráfutok arra az UAZ-ra, amit láttam. Vagy bejön, vagy nem. Jó. Az nem jó, bazd meg, ez egy szar. Akkor nincs esélyünk. Már gyere, megnézem, hogy van-e híje. Gyere, van híje. És akkor kezdjetek el futni. Hú, passza meg! Anyádat! Ennyi. Vége. Na jó van. Hol volt? Valahol mögöttünk. Nem baj, a maradék életerőmmel legalább szívottam őket egy kicsit. Gyorsan! Nekem volt a három first aid-em, akkor megy ki. Megmentettél. Ez hülye, bazd meg, hát ne az ajtót csukd be. Tabot nyomjad, az F-et. Mindegy. Még meg tudtam. Ah, kész. Az... Mi csoda? Az annyi. Ne. Hallottam hát még a végtelenségig szivatom őket. Nem baj, 12-dik, az se rossz. Jó az.
Ha mehet még egy, próbálj nefek, maradjuk életbe. Hát próbálj meg megközkedvelt helyre ugrani a repülőgép útvonalában, hanem messzebbre próbáljunk menni. Jó, most úgy voltunk ilyen kis házaknál is, maximum lassan szedjük föl magunkat. Lehet közkedvelt helyre menni, csak legalább két kockára el kell elnyőzni. Vagy, mert, ha nagyon nem jó. Militaritól nem, messze úgy megy a gép, hogy militari fölött megy el a gép, és mi el tudunk menni a másik híthoz, akkor be kell kempelni a hidat, szedni egy pár fegyvert, és akkor bekempelni, hogy nem rossz. A militari szintről, mert úgy is jönnek ki. Én múlt úgy szedtem meg magamat szólóban. 4 vagy 5 killem volt, és csomó cuccot összeszedtem. És elég csak egy M4. Ja. Igen, csak szólóban sokkal könnyebb, mint egy squadot kiszedni. Kivéve a kocsival jönnek, már a sofőr kiszered, meghal mindegyik. Nem. Miért? Hát kiszáll a sofőr, akkor mindenki kiszáll az autóban, nem? Nem. Már nem? Nem, nem. Az elején volt nem. Ilyen bug. Na szépen gurul tovább akkor a többiek. Nekünk volt ilyen, hárman voltunk, az kilőtték a sofőrt és meghaltuk ide kette mögötte. Na, az egy rossz bug. És azt írta, hogy a kocsi átled rajtunk. Ready vagyok. Én és csak Gabi is még kávézik. Ja. Nem, újra kellett indítani a gémet, mert befagyottam menni. Hát akkor ebben szerintem lesz csirke vacsorára. Nekem már volt ma. Na, mennyire tetszett ez az Enna? Laggolt? Nem laggolt? Gabris jelezte csak, hogy laggolt. Igen, nekem volt lag. Nekem így csak ott se laggol. Nem jelztem én meg. Különbségetet maradhatunk. Akkor már visszajöttél, ugye? Mert... Rekord. 59-re itt volt. Nekem 54-55 körül dob. Majd nekünk 61-kor leszel itt az a király. Meg hogyha leesel, és például nincs semmi fegyver, akkor ha akár ilyen pánt, vagy akár ilyen bármit találsz, ami kézi fegyver, még az is jobb, mint azok a... Tudom. Csak tudom, mi mondtad, egy gatya és egy póló. Az az ugrálva nagyot sebez, de nehéz eltalálni. Jobb, hogyha odaállsz és ütöd rendesen. Ja, csak azt olvasnom, hogy ami headshotnak minősül, azt úgy kell ütni. Konkrétan tegnap egy ilyen ugróütésből kiszedett a gyerek, de tényleg ahhoz elég pontosan kell állni. Eredményesebb, hogyha simán ütögeted a másikat. Elmozogsz és ütöd. De most tapasztaltam. Egy hely bát és csak ütöd. Jó, köszönöm. Kedves játék, most memória hibával dobott ki. Öcsém. Exit lobby. De az a durva, hogy tegnap csinálta nekem 3x4-szer. Egészen azelőttig soha nem csinált ilyet nekem a játék. Most ez tegnap óta az új mutatvány. Na mindegy. Elkapja a gépszi, akkor engem is kidob egy 4x5-szer. Na, itt is vagyok, ready újra. Gabris. Mi van? Valaki nincs itt, vagy mi van? De itt van mindenki. Ja, azt hittem. Vagyunk, csak mindenki mélázik.
Nagyon jól nézek ki, melkasom egy nyilvesszél. Csodás. Csöcsön lőttek. Aha, csöcsközön lőttek. Mennyi? De most military fölött megyünk el. Milyen mondom. Ugorjunk ide, ezekhez a tanyákhoz, tudod? Oké. Okay. És akkor a hidat be tudjuk fogni, megpróbálni. Jó, teljesen fasza. Mert ha nem militarizra szűkül, akkor rengetegen jönnek ki. Nézzük, mennyien ugranak ki. Jó, na jó, 3, 2, 1, ugrás! Van időnk lootolni, hogy fegyvert találjunk. Vagy akár még ölni, hogyha jön valaki oda. Jelzem, én erre felé igyekszek. Piros felé. Biztos? Hát, vagy akkor ide közelebb tessek. Jó, akkor jövök veled. Ferusz, gyere velem sárgára. Jó, megyek sárgára. El tudunk menni a Dynix szerintre messzebbire? Már igen, igen. Akkor menjünk a messzebbire. Na. Most derül ki, egy paraszt itt van pont mellettem. Gyere fordulj vissza ide a közelebbi tanyához, bocsi. Most tudod miért mondom. Okay, oda ment hozzájuk aztán. Látom. Ha tudjunk menni segíteni. Viszont én ide akkor a jobb oldali tanyára megyek, meg a bal oldalra, vagy ide érted is. Meg a másik házban van elmondott, hogy óvatosan, ide is. Ide jött a srác, pont ide erre a tanyára. Boxoljuk le. Gabris, vigyázz, majd a nagyházban mentek, ha jól láttam. Csak meg itt. Addig nézelődtem ugrásni, hogy túlmentem egy pár métert. Hova tűnt a sát, azt keresem. Nem tudom. Szerintem elfutott. Lehet. Ez meg tényleg meg innyi a puska, ez milyen nap? Jó, itt ebben semmilyen fegyver nincs. Ebben a kétszintesben. Hop, itt a gyerek, tárazd már. Nem is lekeltek, köcsög. Van el a goly, mert a faszopó. Jó, ennyi voltam, bassza meg. Nem tudtam lelőni a puskába. Vigyázz, a melletted lévő házban van, Gabris. Mindegy, máskor próbáljuk azt akkor inkább, hogy egy helyre megyünk mind a négyen. Fasz ki van. Pisztolya volt, vagy milyen? Pisztoly egyelőre. Most meg lesz maximum egy nyílpuskája, mert más nem volt nálam. Nem volt időm körülnézni a másik házba, mert egyből láttam, hogy jön be. Oké, csöcsök, Bici. Találtál valamit, Gabris? Ez károm van. Ki jött elő, csikes. Másik irány, mögötted. Anyád, Soti! Kurva, 5 lövet is ott irányzásos, ahogy. Szerintem kettő lövet itt, csak már betöltött. Igen? Úgy haladó, hogy rád kettőt lőtt ki. Igen, de már töltött. Lőd az ajtót. Ezek vannak? Az ajtót. Vannak még? Igen. Ott lőd az ajtót, mondom, túloldát. Ott legalább nem tudom. Legyél kemény. Ez fasza, gyorsan került meg. Kezdj el sétálni. Nyomd a shiftet.
van. Menj, fuss bele. A társa lát téged. Másik alatt, lőd le a társa. Fordi meg, nincs. Fedek ilyet. Házban. Szép. Hát csak egy van. Lőd be. Lőd a játékát. Szana, széjjel kúsznak és föl fogja a negyedik kerteni valamelyiket, akkor megint túlerőbe lesznek. Ott futott vagy. Ott kúszik a másik. Ajtót becsukja. Biztos bent van a házban. Piros házban. Szerintem nincs fegyvere. Ott is. De van. Kurva szád! Ezt nem hiszem. Azért ez szép volt. Ügyes volt te. Kicsába. Nem baj. Jó lett volna, csak akkor inkább tényleg egy helyre keresünk, mert ez itt szana szét, ez... Igen, csak miért szerettek olyan helyre menni, ahol 8-10 ember ugrik ki? Hát, de most nem bonthatod meg, hogy sok két csapat jött. Az egyik, másik irány, mert itt már repülőgép irányába ugrunk ki egyfajtába. Nem mész el 2-3 kockára, ahol eltérgyőzni is kell. De jó, maradjunk el. Hú, most nagyon mérges vagyom hamra. Szép volt, jól csináltad de is. Bizony jó volt egyébként. Mármint a kettőt hűvel. Kettőt meg is öltél, nem? Hármat. Nem, trokkolva volt. Nem halt meg. Nekem 3 killen volt pedig. Igen? Akkor meghaltak el. Vagy elég lehet? Sokáig kúszott, biztos kivérzett. Igen, mert az elején azt a másik csávot, az csak a pisztolyát, csak meglőni tudtam, mert elfutott. Idő. De azt se hiszem el, hogy abban érkeztünk Csikes, ott összesen nem volt, csak két kis pisztolya, 3 házban összesen. Ez is röhelyes. Hát, Sotit találtam volna, hogy valami, akkor megölöm a srácot. Múltkor beestünk, nem tudom már kikkel, Krazerikkel, nem tudom, ismeritek-el, pushing kibe. 3 team ment oda, velünk együtt. Megöltük mindegyiket. Na, ügyes. Így kéne. Ez lenne jó. Na jó, de ha lenne fegyver, akkor talán esélyünk is lenne ezt megtenni. Mert ahogy hallottam, rajtam kívül nagyon sok fegyverünk nem volt. Nem. Volt egy kis pisztolyom 14 történjén. Na jó, látok bízom a helyet, megint military felől jövünk. Hú, alacsonyan megyünk. Jó lenne egy kocsit szerezni valahol, ez, én szerintem ezen a részen, és felmenni George Paul-ban. Oké, okay, benne vagyok, hajrá! Akkor az mehet? Mehet, menjem! Ugye ugorhatom. Ugorjunk! Ugrás! És menjünk a part felé, vagy hogy? Nem, oda az izéhez, itt az utathoz valahol. Oké. Mehetünk egy kicsit szétszórva, hogy elejére, utána ide. Utána, ha valamelyikünk talál kocsit, akkor felveszi a többit. Ha akar, valaki beesett a házakhoz, szóval a felsőhöz. Amúgy ide nem jön senki mert... rajtunk kívül, szerintem. Nem látok én sem. Ezt ki is lootolhatnánk ezt a partot. Na most derül majd ki igazán. Hát, kocsit, akkor nincs is. Persze a George Apple jobb, sokkal jobb. Figyelj, csak mi vagyunk, ha jól látom. De és az a baj, kocsit se látok egyelőre. Itt egy UAZ, gyertek. Jó van. Iskola vagy a izé legyen, George Paul. Mindjárt nézz, szűkülést meg kell várnunk, akkor addig még gyorsan átnézzel ezt a házat, hogy legyen egy shot is. Egyházba benézek, mert hátha. Aztán megyek. Ja, jó van, én is. Megyek Csikkesére, van a legmesszebb. Igen, hát én vagyok, igen.
Itt van egy piros Dacia is. Szívek le. Fegyver, Nuku. Egy pisztolyt találtam. Úristen! Mi az? Az jó lesz, akkor menjünk Lipovka. Egy Hoverbe is mehetnénk. Ne, ott mehetem. Oké. Okay. Gabris, gyere! Most már ebbe a házba bejöttem. Összefúvasz, srácok. Lipovka, mert mi jut a Hovernén ment el egy a gép? Nem, hol ment a gép? Jó lesz az a Lipovka. Igen. Még szerintem ott is lesznek, az a baj. Nem igazán, Dibor, a gép az itt ment valahogy. Viszont már most durván lesz. Körön kívül vagyunk, szóval autóra nagyon vigyázni. Gabris, gyere már! Jó, hát az atom. De, van kocsink, menjünk fel iskolához. Oké, menjünk iskolához, aztán majd bemegyünk. És onnan be tudunk menni, igen. Jó. De első körből mert iskolához nem tudtak esni. Persze. Szerintem. Valakinek van fegyvere, Soti vagy valami? Egy pisztolyom van. Mindegy, az iskolánál senki nem lesz, és az első kör ügyesebb ez. De az a baj, hogy már kocsit más is szerezhetett, hogy vigyáznunk kell. Bizony. Mehetünk. Azért kell egy gondolni. Nálam van egy pisztoly meg egy AK, úgyhogy nem leszünk bajban. Úton megyek, ugye leggyorsabb. Jó. Az mit csinál? Most komolyan? Nem már. De még kő se volt, hogy a faszba borult föl. Jó van, srácok, vezetek én, oké? Okay? De nem volt semmi ugrató, semmi. És simán kanyarodtam csak. Hova mentél, Gabris? Nem áll. Na megint lootol. Loot kurva. Függő. Loot kurva. Oké, itt hagyjuk. Elég a shoppingból, bitch. Gyere. Tényleg odaérnek. Szűkülni fog a kör, és nem marad időnk lootolni. Nézd. Gyere már! Yeah. Na még párasz be! Mehet! Az úton menjek? Na óvatosan ezekkel a kanyarokkal, mert már csak egy motorunk van. Vizes úton borul a kocsi, jelzünk. Van másik Dacia. Oké. Okay. Ahogy a mozgást nézem, ezen is egy kicsit talán faragtak. Jó, át kell mennünk pacsinkin. Aha. Vagy pacsinki is jó lenne, amúgy oda sem mehetett semmi. De már ott is lehetnek ugye azzal az erővel, hogy mi toljuk. Persze. Csak hogy ez közelebb van, az én jeleztem. Most boruljál, mert itt a másik kocsi. Meg ott a sulinál jobb szokott lenni a lúd. Hát kell menni, raktatok oda jelet. Várjál. Ott van a zöldet. Akkor mindjárt fordul. Menjél az úton. Oha. Valakik morcos. Ne! Nyomd a gáz, baszki, nyomd a gáz. Csak hogy tudják mi a dörgés. Hát ott pusik ki, és voltak. Ugyanez lesz most már az iskolánál is. Igen, tehát... Túl sokáig húzva... Bombázás, vigyázz. Tudom. Jó. Hát ha van valami más ötletetek... Menjünk most már az iskola? Vagy a panelek mellettek? Valamit ott toljunk ezen a környéken, úgyis mindjárt odaérünk. A panelek legyenek? Szerintem a panelben több esélyünk van most már. Ha ideértek, akkor inkább az iskolában vannak az emberek. Hát tudom, azért mondtam, hogy siessünk. Lőnek az iskolánál. Jó, legyen ez a paneles, ez nem rossz. Jó, a panel is nyitva. Hát, akkor maradjunk itt a lenti paneleknél, hát a... Hé, ne ugorj ki a kocsiba, megsérül. Kocsira vigyázni kell. Az meg itt van bent, pont a beajtóba, itt Google öcsém. Valaki üssétek! Csoda!
gyorsan! Catcher, gyorsan, ne töltsék! Várja! Rá még betölti, azért biztos, hogy biztos! Gabris! Hol vannak? Gabris! Hol vannak? Szerintem különböző házban. De hogy haltatok akkor így meg? Hát egy itt volt. Hát. Mert lelőtt. Hát öltünk egyet. Elveszem a shotit. Ja, bocs, várja, vissza. Vedd ki az AK-t. Visszadobom. Akkor viszem az AK-t. Ami életet keresek. Jó van, az nem volt olyan szar, mint lehetett volna. Jó, de már indult. Igen, és nincs életünk, úgyhogy ez kurva jól lenne valahogy csinálni. Ezt jól lábasztuk ezt a kört. Még nem. Hallod, itt egy egyes táska, Kovi, a másik oldalon. Oké. Itt is egy egyes táska. Ó, bazd meg, ez már a tető. Van itt sisak, ahol vagyok az elsőn. Kicsit nézelődök, de nem látok embert. Menjél, menjél! Nem lesz időnk, el kell indulnunk valamára, mert a kör megbasz. Ugye bandage ezek közben? És? Mennyi volt az összbandage-om? De ugye nem spawnolva nyomtad, hogy így F, de hogy csak tudod. Sokkal kevesebbet tölt vissza. És de? Ha így folyamatosan nyomogatod, akkor sokkal kevesebbet tölt vissza. Meg kell várni, amíg teljesen lefölöd. Hát tudom, megvártam. Kettőt vagy hármat. Ja, igen, vágom. Nézek, én ennyit töltöttem vissza az évben, Bidzsa. Nézek, te mennyit töltöttél vissza. Aha, értem, oké. Okay. Jövök. Kocsihoz. Akkor ti hozzátok a kocsit mindjárt. Ez a háznál volt nyitva, csikkes. Tudom. Megyek a kocsiért, csak mondjátok, hova vigyem. Csak átfutok rajta. Még itt állj meg enni a háznál, mert csukva vannak az ajtók. Van egy kis időnk. Ja. Amíg itt benne vagyunk. Soti. Bandage, jó. És jó. Gránátokat találgatok. Nem sok elér minket, hogy megyek meg a tetőt, megnézem. Tető egy nagy lófasz. Ha menjünk a kocsihoz, nincs idő. Hajrá! Amit jelöltem. Jó van. Majd beállítom a fölfelé is majd. Fasza lesz. Egy szkárd! Vagy fölme. Egy szkárd fel! Menjünk oda föl. Vagy ide fölmenjünk, ja. A zöldre. Oké. Okay. Van egy VSS-em, úgy ott kell valaki felsorban. Nekem egy shotgunom van csak, úgyhogy valaki majd valami gépfegyvert adjon. Ezt mondom, hogy egy szkárd fel tudok ajánlani. Oké, okay, oké. Okay. Csak nem hallom. Kurva hangos ez az kurva autó. Kurva első, bazd meg. Hallod, szerinted a föld alatti voltak a bunkerben? Jó kérdés. Megmerjük kockáztatni? Nagyon ropognak a fegyverek közben. Necces. Akkor ne. Na, menjünk inkább fölfelé a francba.
Az meg is. Egész csapat jön erre. De csak gyalog. Igen. De most miért a kövér széle felé megyünk? Ajajaj, lútorulok azért. Megyek a nagy épületbe. Voltak itt, nyitva az ajtó. El van vívva a fegyverőszer. Kobi, gyere! Itt egy M4. Kéne nekem történj hozzá csak. M4-et találtam. 556-os. Szkár nem kell? Nem, 556-os kell nincsen csak. Nincsen lőszerem, az nincsen hozzá. Ja, és akkor szkára mit kezdtem volna? Itt van fönn egy shotgun, ahol vagyok, ha kell valakinek, hogy vigyem. Mindegy, felveszem maximum, odaadom, hogyha. Kinek milyen fegyvere van? Várja már. Okay. Nekem most van AK, egy shotgun, meg egy AK. M4 és Soti. Nekem AK és Scar. Az M4-re nincs történet. Messzire kell mennünk? Megyünk gyalognál, vagy kocsival? Még vigyük ezt az autót. Gyalog is tudunk menni, meg kocsival is, nekem mindegy. Én utálok rohanni, még játékban is. Bandage, tudok legalább életet. Kurva anyjukat, hogy kilútolták már ezt is. Jó, szerintem mennünk kell, srácok. Akkor nincs időnk. De két percünk van. Nem vagyok. Bocs, elnéztem. Fönti házat nem tudom, kilútolták el. Töltök életet. Megint eltaláltak. SMG az senkinél nincs, ugye? Nincs. Nincs, de ahhoz egy quickdraw megem. Scar Vector M416-hoz van vertical gripem. Azt ennyi. Ha már ha valakinek kell. Egy vektor és egy UMP, egy Uzi, bármivel. Hát sehol semmi. Red Dot vagy ilyesmi? Sámli. Találtam egy AK-t, meg egy hangtompítót is hozzá. Na, az menő. Basszus. És van Red Dotod? Nincs. Adok, gyere. Itt van. Viszont te így folytatjuk, lassan utol érnünket az a négy. Itt van 30 történet. Igen, srácok, kicsit próbáljuk meg egymást összehúzni. Megint nagyon olyanok vagyok, mint a kurvának a picsája. Oké, csak kattam történet, mehetünk fel. Kell valakinek egy VSS? Igen. Az kell kurvára. Nincs semmilyen automata fegyverem. Köszi. Mi az M4-et nem tartottad meg? Hiába, ha semmilyen történet nincs hozzá. Na jó, de hát még belefuthatunk történetbe. Jó, ez a VSS, ez történye. Van 200 történetem. Na, felem mehetünk. Vigyázz meg, az sok elír a team. Menjünk akkor befelé. Pályára, felszaladok a teraszolt, láttam egy Sotit, azt azért magamhoz veszem. Negyed perc és indul a fa. Soti lőszer van valakinek, nem? Nekem nah. Van pár. 8 darab. Nekem van 60. Úristen, te beteg vagy. 30-et adok, ha kell. De hogy elég 10, 15. Ja. 15 elég. 15. Írd már be, te rohadék. Na. Na, kértek. Mehetünk. Csak az a kérdés, hova? Nem tudom, először is itt kizúzok a kapun, aztán mondjátok. Térképet nem fogok tudni nézni annyira. Akkor az, amit jelöltünk, nem? Jó, az jó. Menj a sárga, zöld fele. Ja. Ha lövést hallasz, akkor csak húzz tovább, ne álljunk meg. Jó, nem szándékozom. Csinálhatnánk azt, hogy így is jön egy team az izé felől, innen, és valahol megállunk a jobbra erdőbe, és bevárjuk őket. Nekem mindegy, mehetünk az erdőbe is. Nem tudom, kérdezd le titeket. Nekem jó az erdő is, teljesen mindegy, csak akkor álljunk meg. Már most? Nem, itt vannak a házaknál, menj tovább. Házaknál ott egy kocsi. Igen. Ó, csak szép lassan, okosan. Kicsit ügyes a terep. Mondom, került a dombokat.
kicsit kikerülni, én, de erre én így a magam módján kerülök. A terepjáró Dacia bazon. Igen. Ilyen tempóban nagyon szép. Akartam mondani bazd meg, hogy itt már gyalog is gyorsabb. Hagyjuk itt a picsába. Ja, lehet, hogy most egy gyalog kéne, ja. Ez komoly? Bazd meg. Körön belül vagyunk, nem sietünk sehova. Igen. Már még jó nagy a kör, de innentől már szerintem el leszünk. Köszönöm, nézelődjünk azért. Ne nagyon szétszólva, de egy picit ne pont egymás mellett menjünk azért. De nyitva van az ajtaja ennek a szarnak. Nyitva a torony. Bassza meg. Merre szűkült már? Úristen, hova fog ez szűkülni? Ó, miért a páv erre szűkül? Lejöhetnénk ide lentre. Jó, mert nem hallják a futást. Hogy most így rohanunk. De csak óvatosan a házban. Itt van az ajtó, Gabri is bent a házban. Balra házaknak egységes. Hát ez a ház az üresen, mint a pénztárcán. Van az a két nagy ház, azt akarom célba venni. Oké, menjünk, menjünk. Egy leheletnyi álljatok meg, és várjatok be. Várj, itt a domba alján lefekszünk, mert így nem látnak ránk lentről. Meg innen kiálltál lootolni, mi? Hogyne. Jó, itt vagyok. Van, óvatosan, mert lehet, hogy a háznál lesznek. Négyszeres kópa, nem látok semmit, ha mozgást egyelőre. Néha nézzünk azért mögénk, nehogy valaki közben fusson velünk. Ezért nézelődjünk. Próbáljuk egy házat bevenni. Melyiket? Baljabb, baljabb? Jobb. Oké. Okay. És okosan, ha csuk van az ajtó, akkor is nézze mögé. Csukás, várj meg akkor, léci. Jó van. Hogy jobbra a toronynál például nyitott az ajtó. Tudom, itt is bent. Valószínűleg itt is voltak. De hátait hagytak, nekünk még a bandázs is jó most. Igen, bandázsom van, tudok adni. Volt egy kis fájt, mert itt van valakinek a lootja. De hát az AK-t meg egy hangtompítót olyan házba találtam, ahol voltak. Adjam bandage-et? Van egy darabom. Ja, nekem van 6. Az merre van? Akkor hagyjad, 6 az maradjon neked. Jó. Egyes mellényük merre van valaki? Felvettem. Nem volt nekem. Örömmel. Itt van egy egyes, ahol állok. Másik ház után kell mennünk. Level 1-es sapka is van fönt. Sőt, itt van egy, van vektor, ahol vagyok. Csikkes, menjünk át. Van egy S686, jó, a shotgun, jó, hülyeség. Jönnek SK-s-e. Honnan? Essel felől, South-East. Téged lőttek, vagy csak hallottad a lövést? Mellettem pattant. Téged. SV-t mondtam? SE. Én onnan hallottam. Jó, semmit láttam. Látok, basszus. Nem biztos, hogy rám lőttek, lehet, hogy csak erre kóborolt ez a szar. Töltény. 556-os lőszer kell valakinek? Segünk, ha kell figyelnünk. Akkor nem. Nem. AK-m van be, és otim. Váltottam a shotgunomat VSS-re. Domboldat nézem, mert jön a két. Én is azt nézem. Hát, ha ingyen freget találunk itt közelben.
Ha látunk embert, szóljatok, és akkor inkább jön véletlenül a kék. Ikaruszom, akarsz inkább bejönni a házba te is? Asszakulva, ne már! Az a baj, hogy... Láttad, hova jelöltem a sárgát? Hát mennünk kell. Induljunk, induljunk szerintem, ne baszakodjunk. Itt egy kocsi. Ne. Na mindegy. Oké, mehetünk. Szerintem ne kocsiba. Szerintetek? Oké, oké, gyalog, 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 csak menjünk. Valahol lőnek, hallom a repagást. Nem egyszerű, de most kocsival oda menni, az nem tudom, hogy akarjuk. Berongyolni a tengerpartig, oda le. Ó, oh, oh, lövés. Jobb oldalt. Mögöttünk lőnek, nem? Igen, az a mögöttünk van, de nem ránk lőnek, menjünk. De hogy nem, hát itt csattak mellettem. Előbb mellettem is. Láttam is őket, egy szaros izém van, basszus. Hú, baszki, Ikarusz mellettet pattogat. Bizony, hallom. Kurva nyugodt. Konkrétan itt ebbe a beton alapból belecsapódott kétszer is. Gyere onnan, Csikes, gyere onnan. Mennyire látod? És menj a faszba onnan. Nincs ez kópom, úgy nagyon szarul, hát reddottan néztem, ott vannak a ház mögött. Egy kicsit tovább vártunk. Már a házban. Kicsit tovább vártunk volna. Irány, hogy hanyas. Ahol voltunk ház, ott jött számot, most számot. Ott van, North és 15 között jobbra jönnek. Hé, meg fog kerülni minket északi irányból. Nagyon, menjünk tovább. Futás. Itt kerülök erre. Jöjjök vele, Csikes. Hussá, mert ezek kerülnek minket. Tudom, azért jöttem én is kerülve. Hogy hát ha valakit be tudok kerülni. Sajnosan el kéne fordulnunk a kör felé majd. Igen, még van időnk. Szerintem itt kéne a ház takarásába. Oké, okay, oké. Okay. Hát lesznek a háznál, gondolom én, de... Ti nem látnak ránk nagyon. Le kéne igen feküdni. Feküdjünk le. Már fához, hogy közel akarok menni. Itt a drop basszus balra, jó van, nem megyek rá. A gomba épületnél S fele vannak. Jobb, látom. Meg kell várni, hogy hol szük. A gombánál látom, voltak, látom. Kiugrottak a kocsiba. Ott a fánál, ha jól látom, egy. Van VSS-ünk, rá tudunk lőni. Anyád látott minket. Az igen. Láttam majd rajta. De csak hogy látott meg ilyen hamar? Még épp mögöttünk. Fuss be. Meg egy kék felől. Ott valahol, ott a bok fűbe fekszik ő is mögöttünk. Be a jöttünk, a házba. Jó, várjál, most nem tudok. Nincs HP-m, hagyd szeletel. Látom. Pontosan, tudsz valamit? 345 fele. Oké, okay, oké. Domb oldalba, van az oldal. Én... Á, ő is kikerül minket, biztos szerintem egyedül volt. Nem baj, bevünk a házba, kempelünk, az kész. Van idő. Idő lesz, megyek a másik házba. Mert menjünk ki, szerintem maradjunk együtt. Jó, nekem kell bandage. Adok bandage-et, gyere. Ne menjél. Most már elmentél, basszus. Basszus, túl sokan vagyunk még. Feljöttem az emeletre át, ha jobban látok innen valamit. El kéne indulnunk is, 30 másodpercünk van. Tudom. Elég szar helye megint. Hé, várjatok. Kinek van bandage-e? Nekem, itt ide dobom, ide dobom, gyere. Szerettem fel én is most egyet. Hatot. Fönn 150-nél, még bőven a túloldalon, a dombon láttam meg futást. Meg a házaknál. Na, el kell indulni. Itt voltak, itt lehetnek majd. Oké, okay, oké. Okay. Lőnek rám!
Rám is. Fönn a toronyba. Egyet nokkoltam. Gyere bejjebb. Aki fönn van, kétszer meglőttem a toronyba lévőt, de nem esett össze. Én egyet nokkoltam a toronyba. Fönt van itt, fönt. Kettőt kapott ez is. Csak nem volt teljesen. Megvan. Jövök, Gabris, várjál. Meghalom. Hát de... Ó. Menj be. Kíváncsi vagyok, itt len lesznek-e. Toronyban fönt van. Még mindig fönt? Szerintem úgy hallottam, mintha trapot hall... vagyis, mintha hallottam volna hangot. Aha. Figyelj, van nálam molotov, mindjárt kap egyet. Hát van. Smoke-on vagy. Ja, látom, bassza meg. Egyet kiütöttem. Remélem égsz te paraszt. Óvatosan, hogy valaki más oldalba lőjön. Oh. Engem oldalba lőttek. Fent vannak toronyba kettő. Egy ki van ütve, egy meg lőnek. Te, nincs esély. Ikarusz, menj! Honnan? Házba! Menj a torony mögé! Az Isten! 20 másodperc is jön a kör! Semmi, de alig van életerem, bassz meg! Mondd, bandage-eltem volna! Negyedikák lettük, semmi cucca! Nem rossz azért! Ha még cuccunk is van! Hú, de alig várom a csöndet, hogy elhallgasson az a kurva eső! Ja! Ennyi ideig hallgatni! Az is kronokort kapott! Nem volt rossz, határozottan nem volt rossz. Van cuccunk tényleg normális, ha lett volna a szkópom. Hú,